8 hónap alatt 110 ezer gyufaszából készült el a Titanic pontosmása. Nem csak a híres hajót, de az Eiffel-tornyot, egy Volkswagen buszt vagy éppen a ceglédi református templomot is elkészítette Kovács Péter gyufaszálakból. Most a legutolsó alkotásom az pedig a ceglédi református nagy templom. Ő olyan 50 ezer gyufaszából készült, ő is Hungarocellből van egyébként. Mennyi idő, mire elkészül egy-egy ilyen makett? Változó, mennyi időt tudok rászenni, hát a Titanic 8 hónap alatt készülte, a református nagy templom viszont már 4 hónap alatt készen lett, tehát ő most debütál, mert most lett kész. A különlegességek mellett természetesen a maketteké volt a főszerep április 23-án és 24-én az UFM arénában. Háborús helyszíneket bemutató diorámák, harckocsik, repülők, de egyre több a sci-fi, fantasy vagy éppen robottechnikát bemutató makett. A 24. nemzetközi motion show minden eddigi rekordot megdöntött. Az idei évben 32 országból, köztük Brazíliából, Vietnámból, Tájföldről és az Egyesült Államokból is érkeztek kiállítók és versenyzők. Több mint 2700 alkotással. Több mint két évtizede egy mosonmagyaróvári baráti társaság indította útjára a kiállítást, azzal a céllal, hogy bemutatkozzanak a közönség előtt. Elindultunk a városban is, elindultunk az országban is, megrendeztük a városi könyvtárban az első rendezvényünket, és aztán utána, ahogy jártuk az országot, egyre több barátunk, ismerősünk lett, akinek a rendezvényére mi is elmentünk, és megtiszteltek ők is az ő vagy a mi rendezvényünkön, hogy elhozták a munkáikat. Eljutott a hírünk külföldre is, és a klubtagok járták a külföldi rendezvényeket. Onnan is egyre több barát tisztelt meg bennünket. Először a művelődési házban, utána az egyetemen, és aztán most már talán végső állomásként az UFM arénában rendezzük meg a nemzetközi rendezvényünket. Az idei évben összesen 79 kategóriát indítottak, ezek közül 9-et a fiatalabb korosztálynak. A több mint 2700 nevezett makettet pedig szakértő zsűri értékelte megadott szempontok alapján. Építős minősége, festés minősége, feljavítás, tehát használt-e feljavító eszközöket, használt-e saját technikákat a feljavításban, milyen minőségben fest, hogyan koszol, hogyan öregbíti a makettjét, tehát hogyan lesz minél életszerűbb egy elkészült munka. A poros úton bőröngyén ülő katona, mellette pedig ez a méretarányos tank. Beke Zoltán két nagyobb méretarányban készült harcjárművével nevezett az idei versenyre, de több éve visszatérő versenyzője, kiállítója és zsűri tagja a Motion Show-nak. Nagyon szeretem, az évnek tényleg az egyik fénypontja, mindig itt van a legtöbb makett, a legszebb munkák is. Ugye nemzetközi mezőny van, itt eredményt elérni az mindig egy sokkal jobb dolog, mint egy hagyományos, egy országos versenyen eredményt elérni. A szervezők pedig hát szerintem szenzációs munkát végeznek, tényleg évről évre sikerül megrendezni, és hát látszik, hogy valószínűleg nem csak makettező társadalomból érkeznek ide érdeklődők, hanem mások is kívülről. Még talán el is kezdik ezt a szép hobbit. A kétnapos rendezvény zárásaként vasárnap délután hirdették ki a több mint 2700 makett eredményét. Az eseményen dr. Árva István polgármester a Mosonmagyaróvári Makettező Klubnak Mosonmagyaróvárért emlékérmet adományozott a több mint két évtizede végzett munkáért, amivel az elmúlt évek alatt a Mosonmagyaróvári kiállítás nemzetközi szintre emelkedett, és Európa 3 legrangosabb eseménye között tartják számon. A versenyzők a szakmai zsűritől aztán arany, ezüst és bronz minősítést vehettek át munkájukért. A makettezés az elmúlt években óriási fejlődésen esett át. Az elérhető információknak köszönhetően egyre pontosabb makettek készülnek, fejlődtek az eszközök is, így aprólékos, élethű, méretarányos munkákat tudnak már készíteni a makettezők.